Úthibák javítása, kedvezett a kátyúk kialakulásának a változékony időjárás. Idén 16 ezer tonna aszfaltot használ fel a Magyar Közút kátyúzásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kötelező vizsgálat. A nagyobb cégeknél általában van üzemorvos, de a kisebb vállalkozásoknál nem mindig biztosított a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Befejeződött a tűzifa program. Több mint 160 önkormányzat vásárolt tűzifát a Nyírerdőtől ezen a télen, összesen közel 600 millió forint értékben. Kedvezett a kátyúk kialakulásának a csapadékos változékony időjárás. A Magyar Közút szakemberei így folyamatosan dolgoznak a burkolathibák javításán. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén 16 ezer tonna aszfaltot használ fel a Magyar Közút kátyúzásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyelőre csak ideiglenesen tudják megszüntetni a balesetet is okozható kátyúkat, tájékoztatta televíziónkat a Közút megyei igazgatója, aki kiemelte, először a gyorsforgalmi és főutakon dolgoznak. A Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 2100 kilométernyi úthálózat üzemeltetésért felel, az utakat országosan és megyei szinten is folyamatosan figyelik. Az országban több száz webkamera van elhelyezve, ezekből itt egy néhány látható, illetve ezeknek a felvételéből a kamerák rendszeresen 3-5 percenként frissítik a képet. A Közút megyei igazgatója elmondta, a kameráknak köszönhetően esetleges balesetekről, burkolathibákról is szinte rögtön tájékozódnak. Csapó László hozzátette, az átlagos téli időszakhoz képest az elmúlt időszakban nagy mennyiségű csapadék hullott eső formájában. Ez a burkolaton a repedésekbe behatolva különböző károkat okozott, elsősorban pontszerű hibákat, ezeket nevezzük kátyúnak. Ezeket a pontszerű hibákat a folyamatos útellenőri szolgálat észleli. Természetesen az úthálózat hierarchikus sorrendjében közlekedik az útellenőri szolgálat megfelelő ütemezés szerint, és elsősorban a főhálózat, ezután pedig a többi alsóbrendű úthálózat ellenőrzését végzik, és ők jelzik nekünk a burkolathibák megjelenését. A közutakat országosan több mint 100 útellenőr járja, azonban a Magyar Közút lakossági bejelentéseket is vár a képen látható elérhetőségeken. Ezek a felvételek Nyírszőlős határában készültek, a főúton több burkolathibát javít a közút. Összesen 16 ezer tonna keveréket terveztünk ebben az évben beépítésre. Ebből a pontszerű kátyúzásra, vagy kézi kátyúzásra 4300 tonnát fogunk beépíteni, és durván 12 ezer tonnát fogunk nagyfelületű javításba beépíteni, ami 300-400 négyzetméteres felületeket jelent egy-egy javítás alkalmával. Ezt akkor alkalmazzuk, hogyha olyan sok egy-egy helyen a pontszerű hiba, hogy azt már kézi kátyúzással javítani nem lehet. Ez a burkolatjavítás nem az ilyenkor megszokott hideg aszfaltozás. Itt egy úgynevezett aszfalt újrahasznosító gép dolgozik, a bontott aszfaltot melegítik újra, bitumennel keverik, és azt így vissza tudják építeni. Munkajogi és munkavédelmi szabályok is előírják, hogy kötelező az üzemorvosi vizsgálat. A nagyobb cégeknél általában van is üzemorvos, és akár évente elvégzik a foglalkozás egészségügyi ellenőrzéseket, de a kisebb üzemekben, vállalkozásoknál a tapasztalatok szerint nem mindig biztosított a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Vannak munkaterületek, ahol a dolgozók komoly egészségkárosodásnak vannak kitéve, és vannak olyan szakmák, ahol csak egészséges fizikummal, pszichikummal lehet helytállni. Vannak olyan munkakörök, ahol nincs megállás, ahol óriási a felelősség, valamint a szakmai ismeretek mellett fizikai és pszichés felkészültséget is igényel a munkakör. A katasztrófavédelemnél komplex alkalmassági vizsgán kell átesniük a tűzoltóknak. Több alkalmassági vizsgán esnek át az új felvételisek, így egy orvosi egészségügyi szűrésen, ehhez társul egy pszichológiai vizsgálat is, valamint egy fizikai felmérő. Na most ezt leszámítva a bent lévő állománynak is évente van egy orvosi felülvizsgálata, valamint két évente
pszichológiai felmérésen kell átesniük. Minden munkakörben van valamilyen foglalkozási kockázat, ha nem is ártalom. Az orvos szerint még az irodai munkavégzésnél is kötelező az évenkénti szemorvosi vizsgálat biztosítása, a monitorok előtt ülve ugyanis károsodhat a szem. A kezdő vállalkozások viszont nem minden esetben szerződnek üzemorvossal. A jogszabály ugye előírja azt, hogy foglalkozás egészségi szerződéssel üzemorvos kell, hogy alkalmazom, foglalkoztasson, már akár egy személyes cégben is. Ugye mindenki számára nyilvánvaló, hogy amikor vállalkozást indít, akkor van könyvelője, van, bejelenti a hatóságokhoz a vállalkozását, ennek is nyilvánvalónak kell lenni, de hát sokszor ez elmarad, ez a kötelezettség. A baleseti veszéllyel járó munkahelyek vagy a vegyipari cégek a veszélyesebb kockázati besorolást kapják. A munkavállalóknak is felelősségük ezeken a vizsgálatokon megjelenniük, és az esetleges, már meglévő betegségeiket feltárniuk. Ezek az ellenőrzések szűrővizsgálatként is felfoghatók. 6-8 olyan szűrővizsgálatot tudok felsorolni 50 év felett, ami érdemes volna két évente még egy férfi embernek is részt venni. Fogjuk fel ezt munkáltatóként és munkavállalóként is egy szűrővizsgálatként. Évente, két évente rendszerességgel gyakorlatilag egy orvosi ellenőrzésen esünk át, és az ott munkakörnek megfelelően nyilván feltárásra kerülnek azok az egészségkárosodások, vagy azok az egészség problémák, aminek a gondozása egy egyszerű magas vérnyomás, egy cukorbetegség, aminek a gondozása bizony hosszú távon az életminőséget javító, hogyha ezt megfelelően kezeljük. A cégeknek tehát érdeke, hogy biztosítsák az üzemorvosi ellátást, hiszen egy esetleges munkaügyi per kapcsán csak így bizonyítható, hogy a munkavállaló a munkahelyén szerezte meg betegségét, vagy érte-e ártalom, avagy sem. Az üzemorvossal kötött szerződés költsége elenyésző a kötelezettséget megszegők bírságával szemben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatoknál történő szabálytalan eljárások megszüntetésére és azok megakadályozására szólítja fel a megyei kormányhivatalt az MSZP. Legény Zsolt, a párt országgyűlési képviselője, nyíregyházi sajtótájékoztatóján azt mondta, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordul, hogy vizsgálják felül a megyei kormányhivatal működését, annak érdekében, hogy megfelelően lássa el az önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Sajnos nem egy, nem két esetben, hanem tömegével lehet ma már tapasztalni azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatoknál vagy szabálytalan eljárásokat, vagy kifejezetten bűncselekményt eredményező eljárásokat, történéseket tapasztalunk. Éppen ezért arra szólítjuk fel a megyei kormányhivatalt, annak apparátusát és a megyei kormányhivatal vezetőjét is, hogy lássa el a törvényességi felügyeleti feladatkörét. Arra szólítjuk fel, hogy az önkormányzatoknál a törvénytelen működéseket ne engedje és azt próbálja meggátolni. De ahogyan említettem, nem egy, nem két esetben, hanem most már tucatjával tapasztaltuk ezeket az ügyeket. Éppen ezért én a jövő héten országgyűlési képviselőként a parlamentben Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez fogok fordulni, aki pedig ugye a kormányhivatalok felügyeletét látja, hogy vizsgálja ki azt, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy több, most már majdnem tucatnyi ügyben szabálytalanságok, netán bűncselekmények történnek. A sajtótájékoztatón elhangzottakra Kozma Péter megyei kormány megbízott a következőket reagálta. Értetlenül állok az MSZP-s országgyűlési képviselők mai sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban, ugyanis az általuk említett esetekben egy önkormányzatnál 60 darab törvényességi felügyeleti jelzéssel éltünk az önkormányzat felé ebben a ciklusban, és felhívtuk minden esetben a törvénysértés megszüntetésére a települési önkormányzat képviselőtestületét. Más esetben a kormányhivatal, én magam kezdeményeztem a bíróságnál és a képviselőtestületnél, hogy mondja ki méltatlanság címén a tisztség megszüntetését. Ezt az ítélet kézhezvételét követően közigazgatási per keretében is kértük, és jogerőre emelkedett ez év januárjának közepén is, haladéktalanul megtettük a szükséges intézkedést a település jegyzője felé az időközi választás kírása érdekében. Végezetül szeretném leszögezni, hogy a képviselő urak által elmondottak, túl azon, hogy minden alapot nélkülöznek, hiteltelenek is, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az MSZP kormányzás alatt másfél évig
nem volt törvényességi ellenőrzés az önkormányzatok működésével kapcsolatban, azaz a képviselők testületi jegyzőkönyveket nem kellett és nem küldték be az önkormányzatok, mert hogy nem volt ilyen jogköre az akkori közigazgatási hivatalnak, köszönhetően az MSZP kormányzásnak. Ezért hiteltelen a mai sajtótájékoztatón elhangzottak. Több mint 160 önkormányzat vásárolt tűzifát a Nyírerdőtől ezen a télen, összesen közel 600 millió forint értékben. A február 15-én befejeződött szociális tűzifa programnak köszönhetően ebben a szezonban kevesebb volt a lopás a társaság területén. A keletkezett kár alig haladta meg a 600 ezer forintot. Az idei télen 3135 köbméter tűzifát értékesített a Nyírerdő, amelyből megközelítőleg 20-22 ezer köbméter maradt a megyében. A helyi önkormányzatok jellemzően keményfát, akácot, kőrist, tölgyet és juhart vásároltak. Az elmúlt 5 évben mintegy 107 ezer köbméter tüzelőt vásároltak az önkormányzatok a rászorulóknak a Nyírerdő ZRT-től. Február 15-ig kellett befejeznünk a szociális tűzifa programot. A Nyírerdő ZRT ezt kiemelt prioritásként kezelte. A két megyében több mint 160 településsel kötöttünk szerződést, és szállítottak el tőlünk tűzifát. Szabolcs megyében 125 községgel szerződtünk tűzifa értékesítésre. A tűzifa kétharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében került az önkormányzatokhoz. A legtöbbet igénylő települések között volt Baktalórendháza, Hodász és Demecser. Együttesen csak nem 1900 köbméter fát vásároltak. Részvénytársaság szintjén egy durván 600 millió forint, ami a szociális tűzifa értéke volt. Talán a szociális tűzifa programnak köszönhetően is ebben a téli szezonban kisebb mennyiségű volt a lopáskál, amit elszenvedtünk. Elsősorban ilyen kis tételű, főleg már készletre vett fáról történtek lopások. Összesen egy 48 köbméter értékben, egy 600 ezer forint értékben. 48 köbméter mennyiségben, 600 ezer forint értékben szenvedtünk lopáskát. A sóstói erdő területén március 15-éig fakitermelő munkákat végeznek. Ezt követően az erdősítések gondozása, a tavalyi aszálykárokat szenvedett területek pótlása, valamint a parkerdő berendezéseinek a felújítása következik. Emeli bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a 95-ös benzinén nem változik, marad 300 forint alatt. Az emeléssel a gázolaj átlagára 300-301 forintra nő. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Legutóbb előző szerdán változtak az árak, akkor a 95-ös benzin átlagára 2 forinttal, a gázolajé 3 forinttal csökkent. A holokauszt túlélőjét és a történelem egyik legsötétebb időszakának tanúit szólaltatja meg Klein Éva második interjú kötete. A Vannak még tanúk folytatásáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Fölényes győzelmet aratott az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Az együttes a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadta, és a hazaiak 75-33-ra megnyerték a mérkőzést. Két ezüst és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenyzők az asztali tenisz diákolimpia országos döntőjében Budapesten. A holokauszt túlélőit és a történelem egyik legsötétebb időszakának tanúit szólaltatja meg Klein Éva második interjú kötete. A Vannak még tanúk folytatása 14 elbeszélést tartalmaz olyan túlélők emlékeiből, akik közvetlenül vagy közvetve érintettek voltak a magyarországi zsidó holokauszban. Az interjú kötet második részében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötődésű, de nem csak zsidó származású túlélők emlékei olvashatók. Az elbeszélt történelem, vagyis a történelmi eseményeket megélők visszaemlékezései egyre fontosabb részét képezik a történelem tudománynak. Ebből a szempontból is fontos alkotás Klein Éva interjúkötete, ami a holokauszt túlélőinek és tanúinak elbeszélését tartalmazza. Ezt Fekete Antal tanár újságíró mondta el a Vannak még tanúk második kötetének bemutatóján a Nyíregyházi könyvtárban. Ez a kötet egy 2,5 évvel ezelőtt megjelent interjúkötetnek a folytatása, a második része. Tehát ez a cím is, hogy Vannak még tanúk második kötet. Szeptemberben lesz 3 éve, hogy az első kötet bemutatója ugyanitt volt.
És a szerző, a Klein Éva folytatta ezt a munkát. Emlékeim szerint az első kötetben 20 interjú van, ebben 14, tehát ez egyik különbség. Miután terjedelemre ugyanakkor a két könyv, következésképpen egy-egy beszélgető társra nagyobb felület vagy nagyobb terjedelem jut. A másik különbség, hogy ebben megszólalnak olyanok is, akik szemükben nem érintettek, tehát nem tartoznak a zsidósághoz, nem érték meg a holokausztot. Ellenben gyerekkorukból, fiatalkorukból emlékeik vannak, és Éva ezt is fontosnak tartotta megörökíteni vagy rögzíteni. Hozzáteszem úgy is, vagy azt is, hogy az oral history, ez az elbeszélt történelem, ez egyre inkább helyet foglal a történettudomány eszközei között. A Vannak még tanúk második kötetében 14 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötődésű holokauszt túlélővel készített interjú olvasható. Az első kötet megjelenését követően úgy gondoltam, hogy nem hagyom abba a tanúknak a felkutatását, a tanúk megszólaltatását, és lehetőségem nyílt pályázni a 70. évforduló alkalmából, ami megalapozta annak a lehetőségét, hogy egy újabb kötet megjelenjen. Ez a kötet annyiban más, mint az első, hogy nem csupán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei túlélőket szólaltatja meg, hanem igyekeztem az ország más részéből is megszólaltatni holokauszt túlélőket. Klein Éva elmondta, az interjú készítését tovább folytatja, de harmadik kötet összeállítását már nem tervezi. Fölényes győzelmet aratott az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadta, és a hazaiak 75-33-ra megnyerték a mérkőzést. Az NKS csütörtökön Szegeden, vasárnap pedig Kecskeméten lép pályára. A tabella hátsó régiójában posztoló Nemzetvédelmi Egyetem csapat érkezett Nyíregyházára, így a hazai gárda volt a meccs egyértelmű esélyese, igaz a fővárosiak nagy meglepetésre le tudták győzni azt a Vasast, amelytől Farkasinszkijék legutóbb vereséget szenvedtek. A mérkőzésen aztán hamar kiderült, hogy nincs egy súlycsoportban a két együttes, a hazaiak 22 ponttal nyerték az első negyedet, majd a folytatásban is uralták a játékot, amelynek képéről mindent elmond, hogy a vendégek mindössze 33 pontig jutottak 40 perc alatt. Úgy néz ki, hogy lassan kezdünk kilábalni abból a mélyvölgyből, ahol eddig voltunk. Nagyon pontosan, nagyon precízen, lendületesen kosárlabdázunk, de tényleg látványos megoldásokkal. A nézők nagyon örültek neki, mert végre egy szép kosárlabdát láthattak. A Nemzetvédelem az ugye próbálta lassítani a játékunkat, tehát próbált olyan fautokat beütni, amik sok esetben ugye nem is voltak teljesen sportszerűek, tehát kaptak, vagy azt meg egy vagy két sportszerűtlen hibát is kaptak rá, de ettől függetlenül ezt a lendületet nem tudták megállítani, és ugye ami a lényeg és jó volt ebben a mérkőzésben, hogy mindenki kellő játékpercet tudott kapni, a fiatalok is, és ezzel sikerült is mindenkinek élni, tehát nem kellett az Orsit és a Diát úgymond túlterhelni, hanem lehetett a kicsiket játszatni, akik mondom, igen, csak sok ponttal hálálták meg a bizalmat. A nyíregyházi kosársuli két meccset is játszik a héten, csütörtökön Szegeden, vasárnap pedig Kecskeméten lép pályára Farkasinszky Gyuláné csapata. Ugye egy Szegedet soha nem szabad félváról venni, hogy az előző évek azok pontosan ezt be is bizonyították, hogy úgy kell menni, hogy kellő felkészültsége. Ugye ez a Szeged meccs elméletileg nem itt volt, hanem január elején, csak nem sikerült ott megállapodnunk a szegedi csapattal, és ez az egy alkalom volt az, amit hajlandóak voltak megajánlani részünkre. Nekünk nem a lehető legkedvezőbb időpont, ez ugye, hogy a hétvégén Kecskemétre is le kell utazni, de ettől függetlenül megpróbáljuk úgy megoldani ezt a két mérkőzést, mind a kettőnek győzelem legyen a vége. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 11-2-es mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit. A Szeged a negyedik, a Kecskemét pedig a hetedik helyen várja a folytatást. Három érmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenyzők az asztali tenisz diákolimpia országos döntőjében. Az első-második korcsoportos lányoknál az apagyi Hanuscsák Fanni, az első-negyedik korcsoportos fiú csapatversenyben pedig az apagyi Zrínyi Ilona általános iskola együttese végzett a második helyen. A harmadik-negyedik korcsoportos lányoknál az Anarcsi Csipke Erika a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Budapesten az elektromos csarnokban rendezték meg az Asztali Tenisz Diákolimpia országos döntőjét. Szabolcs Szatmár Bereg megyét 80 képviselték, közülük 6-an egyesületi színekben Apagyon ütik a labdát. A korábban Norvégiában is edzősködő, jelenleg a válogatott keret mellett is dolgozó Oszlánszky László vezetésével érmes reményekkel utazott a fővárosba az apagyi különítmény. Az 1-es-4-es korcsoportos fiúcsapat igazolta is a papírformát, a Hanuscsák Csaba Polgári Balázs páros a második helyet szerezte meg. Egy nagyon erős csoportban jutottunk tovább második helyen, szóval mondhatnám, hogy szerencsés sorsolással jutottunk el a döntőig, mert a csoportban volt egy Somogy megyei csapat, ahol egy Juhász Dominik nevű srác már a tavalyi csapat tag volt, és ők győztek tavalyi verseny során, úgyhogy velük gondoltam, hogy versenyben leszünk, mert erős csapat. Hát őket sikerült két egyéni során legyőzni, így a páros már nem nagyon számított. Igaz, az is 3-2-re ment el, de végül is nyertek a fiúk. Utána a békésiekkel játszottunk, akikkel az első helyét játszottunk a csoportba. Ellenük már egy kicsit fáradtak voltak a srácok, mert folyamatosan játszottak, és nem bírtuk a terhelést. Aztán egy kis pihenő után jöttek a egyenes kieséses szakasz, és ott azért magabiztosan eljutottunk a döntőig, ott már az ellenfeleknek úgy nem volt esélye. Az apagyiak a döntőben Jász Nagykun Szolnok megye válogatottjától szenvedtek 2-0-ás vereséget. Szintén eljutott a döntőig Hanuscsák Fanni, aki a fináléban elszenvedett veresége ellenére sem volt szomorú. Elégedett vagyok, mert az utolsó döntő meccsben az első helyre, abban már kikaptam 3-0-ra. A harmadik-negyedik korcsoportos lányoknál az Analcsi Csépke Erika a harmadik helyet szerezte meg, míg az apagyiak első-negyedik korcsoportos lánycsapata a hatodik helyen végzett. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Kedvezett a kátyúk kialakulásának a csapadékos változékony időjárás. A Magyar Közút szakemberei így folyamatosan dolgoznak a burkolathibák javításán. Idén 16 ezer tonna aszfaltot használ fel a Magyar Közút kátyúzásra Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Egyelőre csak ideiglenesen tudják megszüntetni a balesetet is okozható kátyúkat, tájékoztatta televíziónkat a Közút megyei igazgatója, aki kiemelte, először a gyorsforgalmi és főutakon dolgoznak. Munkajogi és munkavédelmi szabályok is előírják, hogy kötelező az üzemorvosi vizsgálat. A nagyobb cégeknél általában van is üzemorvos, és akár évente elvégzik a foglalkozás egészségügyi ellenőrzéseket, de a kisebb üzemekben, vállalkozásoknál a tapasztalatok szerint nem mindig biztosította a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Több mint 160 önkormányzat vásárolt tűzifát a Nyírerdőtől ezen a télen, összesen közel 600 millió forint értékben. A február 15-én befejeződött szociális tűzifa programnak köszönhetően ebben a szezonban kevesebb volt a lopás a társaság területén, de a keletkezett kár alig haladta meg a 600 ezer forintot. A Kölcsei Televízió iradóját látták kedden, friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már napsütésre is számíthatunk, éjjel hideg front vonul át felettünk, a front mögött szerdán napközben már szárazabb, az eddiginél mintegy 4-5 fokkal hidegebb levegő áramlik fölénk. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd felhő átvonulások várhatók. Futó zápor előfordulhat, egy-egy záporban havas eső vagy jégdara is hullhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben.
De a következő napokban is marad a változékony idő, sok lesz a felhő fölöttünk, és több alkalommal várható kisebb eső, záporeső, főként a magasabban fekvő helyeken havas eső, hó is lehet. A hőmérséklet többnyire az átlagos közelében alakul, reggelente 0 fok körül, délutánunként 6-8 fok körül valószínű, átmeneti felmelegedés vasárnaptól várható.